Az STA-t egyik nagy újdonságáról szeretnénk beszélni. A Szörnyes mindig is nyitott volt más szoftverek irányába. Ez most abba az irányba történik, hogy a SolidWorks felhasználókat is egyszerűen átérítve a Szörnyeshez. Így lett egy SolidWorks adatáttérés varázsló. Nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni, és hogy hogyan működik. A rendszerben valahol lenni kell egy SolidWorks-nek. Itt található az alt áttérés varázsló. Be lehet neki állítani, hogy milyen sablonfájlokat dolgozzon a SolidEdge, hova legyen beolvasva, meg kell neki adni a SolidWorks munkamappát valahol a szerveren, de nagyon fontos, hogy valahol lenni kell a rendszerben egy SolidWorks-nek. Ha van, akkor kötegelten rá tudom mutatni az adott alkatrészekre és szerelésekre, ezek be lesznek olvasva, a SolidWorks rajzfájlok pedig át lesznek fordítva vagy DVG-be, vagy pedig PDF-be lesznek átfordítva. Ha beolvastuk ezeket a 3D-s információkat, modelleket, akkor egy következő fog nálunk látszódni, megnyitok egyet, ami már be lett olvasva. Nagyon sok információt árthoz a SolidEdge. Kezdjük rögtön a legelejével. Belejövök ennek a szerkesztésébe, ennek a modellnek. Itt található benne egy furat. A SolidEdge kiolvassa azonnal a furatot, sőt, még átjön az az információ is, hogy mi a furatnak a neve. Itt látható. Furat név is ki lesz olvasva. Persze ez mind-mind szerkeszthető. Ennél a fájlnál például, még hogyha adtak neki anyagminőséget a SolidWorks-ben, az is átjön. Egy az egyben. Tehát ezek az információk is átjönnek. Visszamenve a szerelésbe, ha a szerelést olvasunk be, akkor a SolidWorks az konfigurációkkal dolgozik, ezeket a SolidEdge átfordítja a saját nyelvére, ami azt jelenti, hogy alkatrész családok jönnek létre, és ezek között is nyugodtan tudunk változtatni. Ezeket is átolvassa a SolidEdge. Sőt, ha kiválasztok egy testet, akkor az alkatrészek egymáshoz képesti pozíciója a kényszerek segítségevel is átjönnek. Tehát jó néhány kényszer, ami SolidWorks-ben a tervező létrehozott, azokat az adatáttérés varázslón keresztül beolvasva a SolidEdge-be, a kényszerek is létre fognak jönni. Ezt is használja a SolidEdge és olvassa. És mint tudjuk, ismerjük a szinkron technológiájának az erejét, egy adott geometriához bármikor, bárhol hozzá tudunk nyúlni, tudjuk módosítani abba az irányba és úgy, ahogyan éppenséggel azt mi szeretnénk, annak ellenére, hogy ez a SolidWorks-ből jött, tudjuk módosítani, tudjuk szerkeszteni.